Augusztus közepén megszületett a megállapodás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és Székesfehérvár között, most alá is írták a szerződést. Elsőként Fehérváron jött létre ilyen megállapodás az országban. A szerződő felek hozzáállását a Nemzeti Fejlesztési Miniszter példaértékűnek nevezte. Ez egy nagyon hosszú és sikeres tárgyalási folyamat eredménye. Az, hogy az állami vagyonkezelő megállapodhat egy várossal a helyi közlekedési szolgáltatásokról. A szerződés értelmében a fenntartható tömegközlekedés érdekében a város az eddigi 100-110 milliós éves támogatás helyett 224 millió forinttal támogatja a közösségi közlekedés működtetését. A mintegy 1,7 milliárdos, a volánnál felhalmozódott hiány több mint felét, 900 milliót finanszíroz az állam, a fennmaradó 830 milliót pedig a város részletekben fizeti majd meg. Ebből már 200 milliót átutalt a város az Alba Volán számlájára. Az Alba Volánnál pedig cégen belüli megszorításokat hajtanak végre annak érdekében, hogy ne halmozódjon fel ismét milliárdos kiesés. Például üres járatok rezsikilométerek csökkentése, például a járműkarbantartás területén észszerűsítési javaslatok. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé javítjuk meg az eszközöket, autóbuszokat, szó sincsen róla, viszont vannak olyan feladatok, amiket egy-két évvel elhalasztottunk, ami nem akut probléma. Tehát a forgalombiztonság rovására ez nem mehet természetesen. Járatritkítás és jegyáremelés várhatóan nem lesz. November környékén azonban az utasok elé tárnak egy új menetrend tervezetet, mely gazdaságosabb lesz, mint a régi. Elsősorban a szakembereké a feladat, mi azt kértük tőlük, és az is az elvárás, hogy nekik kell a volán szakembereinek és a mi tervezőinknek egy olyan közös megállapodásként egy közös szakmai tervet letenni az asztalra, amiről ők azt gondolják, hogy a futás kilométer száma, amiket 3.300.000 kilométer nettó futás teljesítmény ebben a városban egy évben, azért látszik, hogy nem kevés. Ezen belül a lehető legjobb szolgáltatási színvonalat tudjuk az ezt igénybevevőknek biztosítani. Cserpakovics András hozzátette, a város tömegközlekedése várhatóan továbbra is veszteséges lesz, de ez így van a világ többi nagyvárosában is. A fehérvári buszközlekedés biztosításához állami normatíva szükséges, ám a jövőre nézve garancia egyelőre még nincs, hogy nem ismétlődik majd meg az idei eset.